Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, elérkezett a Családőrzők című műsor ideje, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velünk. Már is bemutatom vendégeinket, akiket azért jól ismerhetnek, akik nyomon követik ezeket a beszélgetéseket. Szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntelek benneteket. Pap Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És most is itt van velünk Tornyai Gábor atya, plébános mentálhigiénész szakember. Örülök, hogy így összejöttünk. Nagyon fontos kérdésekről beszélgettünk az elmúlt adásban, amelyet folytatni fogunk. Ez azt jelenti, hogy lesz majd szó megint a vita és a veszekedésről. Ezúttal arra fogunk figyelni egy kicsit, és azt boncolgatjuk, hogy milyen, amikor a szülő vitázik, vagy veszekszik a gyerekkel, vagy a gyerek a szülővel. Na, kiderül, mindezerről beszélünk, de mielőtt ezt megtennénk, Gábor atyát megkeresték egy kérdéssel, illetve egy beszélgetéssel, és én nagyon szeretném, ha erre tudnánk választani. Mi volt a kérdés? Igazából klasszikus kérdés volt, mert egy kisgyerekes anyukával beszélgettem, és ő mondta az ő panaszát, vagy problémáját, hogy ott van a kis 3 éves gyereke, és hát elindult a gyerekbe az, hogy már átlépett az akaratos korszakába, és hogy vajon ő jól csinálja ezt, hogy a gyerekével leáll vitatkozni, vagy akár keményebb hangot is üt meg vele. És nagyon sok szülő keres meg ezzel engem, vagy sokszor előjön beszélgetésben, vagy akár éppen gyónásban is már, hogy kiabáltam a gyerekemmel, feszültem, pedig tudom, hogy tehetetlen vagy az én tehetetlenségem jön ki belőlem, de hogy ez valami jó-e, meg milyen hatása lesz majd a gyerekemre, vagy ilyen egészséges a gyerekem, hogyha ő elkezd velem kiabálni és vitatkozni, és hisztizik és háborog már ennyi idősen. Szóval ezek a kérdések azért elég ott vannak, és most ebben a beszélgetésünkben is azért előjött ez a kérdés, hogy vajon jól csinálom-e, mit kell jól csinálnom, hogy jól működjön ez az egész. Zsuzsi, hisztizik a gyerek, mi lesz most? Örülünk, hogy jól van. Igen, én is ezt tudtam mondani, hogy túl kell élni. Ez a 10 év az nagyjából így fog kinézni. Hát így rengeteg sok minden jut egyszerre eszembe persze a téma kapcsán. Az első dolog az, hogy a szülő csak akkor nyerheti meg a vitát a gyerekkel, ha el se kezdi. Tehát olyan nincs, hogy leülök a gyerekkel vitatkozni, és akkor ki tudja lenyomni a másikat, mint a rajszöget. Tehát ennek túl sok értelme nincsen. Ugye beszélgettünk az előző adásokban a vita és a veszekedés különbségéről. Tehát amikor a gyerek elkezd ellenállni, opozícióba kerül, ágál valamiért vagy valami ellen, akkor ő neki a kis fejecskéjében pont az az egy dolog van, amit ő el szeretne kerülni, vagy el akarna érni. Onnantól kezdve te beszélhetsz, amit akarsz, megcsinálhatsz, amit akarsz, úgyse fog hozzá eljutni. Tehát innentől nem is megyünk bele egyfajta adok-kapokba, mert nincsen semmi értelme, ha most a 3 évesnél maradunk. Ez egy nagyon izgalmas korszak, ugye a 3 éves dackorszakban a határait keresi a gyerek és feszegeti. Így ismeri meg saját magát, így találja meg a saját erejét, így találja meg azokat a pozíciókat, ahol ő tud érdeket érvényesíteni azon a szinten, ahol ő már tart. Nagyon-nagyon fontos időszak. Ilyenkor mit tud tenni a szülő? Az első az, hogy derítsük már ki, hogy mi baja van ennek a gyereknek. Tehát ha beszélő, akkor szerencsénk van, el tudja mondani. Ha nem, akkor egy biztos, hogy ő magától nehezen fog megnyugodni, tehát nekünk kell megnyugtatni. Az nem lehet lehetőség, hogy a szülőnek is elgurul a gyógyszere, és akkor 2-3 éves ordít, kiabál, vitatkozik egymással, csak az egyiknek 40-es lába van, a másiknak meg 20-as. Tehát, hogy ez nem pálya. Ez senkinek nem jó, és nem vezet sehova. Tehát, ahogy mondtam, a vitát úgy lehet megnyerni a gyerekkel szemben, ha nem kezdjük el a vitát, hanem én maradok nyugodt, én maradok kiegyensúlyozott, és próbálom megfejteni a rejtvényt. Mi alakította ki a jelen helyzetet? Nekem az jut eszembe, hogy ugye én terapeuta vagyok, tegnap órákat tartottam este, és bejött hozzám egy kisfiú a terápiás terembe, rendkívül szeretem ezt a kölyköt. Az a fajta gyerek, amelyiknek ott van a szemébe a huncutság, brilliánsan okos, azonnal átlátja a helyzetet. Ha unatkozik, akkor ezt jelzi a világnak. Tehát ilyen jó partner tud lenni, ha megdolgoztál a partnerségért nála. Na hát ővele meg kellett küzdenünk az elején, most már nagyon szépen partner, bejött és valami elementáris düh tört ki belőle, hogy én ide járok, ez semmire nem jó, én csak rosszul érzem magam, és repült a szivacs, és nem tudom én. És én csendesen ültem, és így néztem rá, és kérdeztem, hogy drágám, valami rossz dolog történt, az igen, és akkor még toppantott is. Gyere ide,
odahívtam, tehát először, és odajött, megöleltem, picit megsimogattam a hátát, ugye a hát közepén vannak azok a receptorok, amit anyukánk és nagymamánk is simogat mindig, mert tudja, hogy ott lehet megnyugtatni. Picit így elernyett, és akkor kérdeztem tőle csendesen, hogy ha most egy kicsit kirakjuk neked a trambolint és ugrász, az jó lesz. Az igen. Kiraktuk a trambolint, ugrált negyed órát, megvártam, még elfárad, utána szépen leült, az egész órát békében végig dolgozta. Tehát, hogy nekem az a dolgom, hogy értsem őt meg. Mindegy, hogy én szülő vagyok, tanár vagyok, óvónéni vagyok, terapeuta vagyok, teljesen mindegy. Ha én értem, hogy mi van a gyerekkel, akkor fogom érteni az ő jelzéseit. De ha én nem értem, akkor addig én ne emeljem fel a hangom, és addig én ne kezdjek el hisztizni, és addig én nekem ne goruljon el a pirulám, addig én abba legyek, hogy nekem meg kell fejtenem a rejtvényt. Miért? Mert ő az, akit rám bízott a sors, és ő nem tudja megoldani a helyzetét a saját gyerekségénél korlátainál fogva. Tehát, hogyha én rájövök, hogy neki mi baja, szorítja a cipő, nem jól fűzte be a nem tudom én mit, valami lelki bánata van, valaki csúnyát nézett, mondott, ne, teljesen mindegy, hogy most éppen mi robban ki, hogy fáradtságában vagy bármiében, de nekem kell tudni, hogy neki mi baja. Ha én tudom, hogy neki mi baja, tudom orvosolni. És ez igaz arra is, mert ugye a legtöbb szülő azzal problémázik, hogy ő el akar élni valamit a gyerekénél, amit a gyereke nem akar, vagy hiába mondja ez 3000-szer, hogy és akkor már induljunk, mert hogy értem, hogy amit így mondtál, csak mondjuk egy legtöbb esetben, ha a szülőkkel beszélgetek, akkor ugye az jön elő problémaként, hogy nem igaz, hogy nem tudunk rendesen időben elindulni, mert a gyerekemnek már megint ez, meg megint az, meg 3000-szer elmondtam neki, hogy akkor mosakodj meg, fürödj meg, nem tudom, mit csinálj meg, és ő nem akarja, mert ő úgy döntött, hogy másképp akarja. Na, én ezt úgy szoktam megközelíteni, amikor nekem erről panaszkodnak a szülők, hogy megkérdezem tőle, hogy egy, süket-e a gyereke? Kettő, van-e mentális problémája a gyerekének? Ha se nem süket, se nem értelmileg alulműködő, akkor minek mondom-e 3000-szer? Tehát én miért csinálom azt? Ez tipikusan az az eset, ha mindig ugyanazt csinálod, miért vársz más eredményt? Uh-huh. Tehát, hogy nem jó a módszer, nem jó a technika, nem jó a hangsúly, nem jó az időzítés, nem jó az előkészítés, valami nem jó. Tehát, hogyha a gyerek bajban van, akkor soha nem a gyerek a hunyó. Ott a felnőttnek kell úgy irányítani a helyzetet, hogy az egyértelmű legyen. Erre egyébként a legegyszerűbb és a legprofánabb válasz az az, hogy amíg nem adjuk oda a következményt a gyereknek, addig ő nem tudja, mihez tartsa magát. Tehát amikor szólunk neki, hogy légy szíves, ezt csináld, utána elmondom, ha nem csinálod, akkor sajnos ezt kell csinálnunk, és a harmadik pedig, hogy megkapod a következményt. Tehát az első az, hogy ezt csináld, figyelmeztetem, harmadjára ott a következmény. Tipikusan az elindulásnál az én gyerekem öltözött pizsomából fel utcai ruhába, iskolába menet, mert nem tudott időbe beülni az autóba. Annyira szeretem, hogy mindig próbálok kutakodni, keresni információkat a témába, és mindig azt találom meg, amit utána Zsuzsi elmond, úgyhogy tényleg jó. Bocsánat. Viszont be kell hoznom Csillát is a beszélgetésbe, mert bennem van, hogy a szülőnek sem egyszerű, mert nagyon kell önmagán uralkodni. Mert nyilván, ha neki is nehezebb a napja és a gyerkőc, akkor nem szeretem ezt a hiszti szót, erre majd visszatérünk, de mindegy, akkor kezdi el kifejezni, hogy neki valami nem stimmel, vagy azt a vacsorát éppen ő nem akarja, mert most azonnal süssél másikat. Egy szülő is robbanna, és ezt tudni kell kezelni. Igen, de ahhoz, hogy a szülő robbanjon, ugye ahhoz ez az út vezet, amit Zsuzsi elmondott, hogy nincs meg a következetesség, nincsenek meg a következmények, nincs meg az értő figyelem, a megértés, az odafigyelés, hiszen egy hisztis gyerek mi mást akar, mint figyelmet, és kifejezni ezt, hogy értsetek meg, mert valami nem jó működik. És ha ugye a tetteinek nincs következménye, tehát nincs meg az a fajta következetesség, amit elmondtál, hogy ezt csinálod, ez lesz a következménye, ha nem teszed, és nem kapja meg azt a következményt, akkor nem tanulja meg azt, hogy az ő cselekedeteinek van valamilyen utózengése, utórengése, és annak bizony következményei vannak. Egyébként nem jutott eszembe példa az elején, itt mondtam nektek, hogy engem nem kerestek meg, de közben eszembe jutott, hogy igen, mert hogy van egy mozaik családom, egy két különálló fél, tehát anya-apa, külön nevelik a gyerekeiket, mindenkinek más az apuka és más az anyuka, nem tudom, értetően mondtam, ugye? Igen. Igen, értitek? Jó, kicsit megkavartam. És az a lényeg, hogy azzal kerestek meg, hogy tartsak nekik valamilyen szülői és párkapcsolati tréninget, hogy amikor összeresztik a gyerekeket, tehát a patchwork család gyerekeit, akkor ők hogyan reagáljanak le bizonyos szitukat, és kértem, hogy gyűjtsenek össze példákat, írják fel, hozzá kell, hogy milyen példáik vannak
erre, és hogy hogyan lehet. És hát tulajdonképpen ugyanezt hangzott el nálam, nem szóról szóra, nyilván az én saját kifejezéseimmel, meg a saját gondolataimmal, de nagyjából ugyanezek hangzottak el, hogy először ismerd meg a gyereked. Tanuld meg őt, szkenneld le őt, figyeld a mozdulatait, hogy egységben van a testbeszéd azzal, amit mond például, mert lehet, hogy nincs is egységben, mert ugye egy ilyen kisgyereknek nincsenek eszközei arra, hogy főleg, ha nem tud beszélni. Hát hogyan? Hogyan mondja el a szülőnek, hogy valami bajom van, valami nem tetszik? Amikor meg már úgy pöttyök, csiripelget, akkor is nehezen tudja magát kifejezni, és nincs olyan szókincse, nem tud annyira magyarul, nem tudja szépen elmondani. Tehát a szülőnek igazából az lenne az optimális, ha nem jutna el oda, hogy robban, de tudjuk, hogy ezt könnyű innen mondani, mert a pálya széléről mindig nagyon könnyű, és nagyon példásnak tűnni. Tudjuk azt, hogy azért vannak indulatok, nekünk is van nehezebb napunk, terhelt napunk, stresszes napunk, stb. Nagyon nehéz, valóban nagyon nehéz úgy szülőnek maradni, hogy ne robbanjunk fel, vagy ne kezdjünk el kiabálni a gyerekünkkel, vagy esetleg még ne is üssük meg, mert azért hallok olyat, én azt gondolom, hogyha picit a popsiára van egy ilyen figyelmeztetés szinten legyintve, az nem probléma, de hallottam arculcsapást, szájon ütést, hajtépést, tehát hallottam egész durva kitöréseket szülőtől, nyilván nem tudták kezelni a helyzetet. Tehát érdemes a szülőknek is egyébként, tényleg ezt most nem reklámként mondom bárhova, bárkihez, szülői tréningekre, amit össze lehet kötni párkapcsolati tréninggel, főként, ha például mozaik családról beszélünk. Mert ugye teljesen más nevelési rítusokat hozott az egyik, mint a másik. Teljesen másban szocializálódtak, másik anyukánál, másik apukánál, és amikor kettő össze akarja fésülni, hát ott egy ősrobbanás van. Eleve a gyerekek versengenek, ugye az én apukámmal, az én apukámat szereti egy néni, az apukám figyelme megoszlik, és arra a nénire fókuszál, vagy fordítva. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Ahol ugye meg alapcsalád van, ahol édesanyja, édesapa van, ott viszont szerintem el kell, és hasznos is, és érdemes is eljutni odáig, hogy mi, anya és apa, leülünk, és egyeztetjük azt, hogy akkor mi minek mentén haladunk, és amikor mondjuk hisztizik a gyerek, és én anyaként azt mondom, hogy ez van, ez van, ez van, akkor az apuka ne vegye ki a kezemből, és ne adjon neki még három lehetőséget arra, hogy hisztizzen tovább. Tehát, hogy itt is ugye a szövetség, az összetartás a fontos, és hogy egymást segítsük ebben a kapcsolatban. A gyereknevelés részében is, mert ha mi nem tartunk össze, nem egy irányt követünk, a gyerek annyira érzékeny, én mindig szoktam, hogy a gyerek nem hülye, hanem gyerek, és a receptoraival tökéletesen érzi, hogy hol van az a rés, ahol lehet még próbálkozni, lehet kúszni. És ha anya-apa nincs így egyben, akkor a gyerek elszabadul. Egymás ellen fordítja őket. És akár még egymás ellen is, igen. Semmi nagyon persze. Mesteri módon, és nem azért, mert ő egy gonosz, nem, hanem egyszerűen megérzi ezeket a helyzeteket, és okos is, és jól kihasználja. Vagy nem kihasználja, csak egyszerűen élő. Vagy élősködik rajta, igen. Szóval, nem hiszem, hogy kihasználná, hanem inkább csak azt hát nem tudatosan, akkor, hanem a szülők felé. Egy dolgot szeretnék ehhez még hozzátenni, ha már erről beszéltünk, hogy hiszti, kiborulás, ugye van a szakszó, már down, tehát hogy egyáltalán minek nevezzük. Azért nagyon fontos tudnunk, hogy a gyerekkel mi történik, és mitől van most ő ilyen vehemes állapotában, mert hogyha tudjuk, hogy mi történt, akkor tudunk rajta segíteni. De egy tipikus játszótérről hazafele késő délutáni eset, 3-4 éves közötti kislány, és mennek, sétálnak, beszélgetnek, és a kislánynak valószínű eszébe jut, hogy fel kell gyalogolni a nem tudom én hányadik emeletre, anya ugye nem tudja felvinni őt is, a cuccokat, nem tudom én mit, úgyhogy neki oda fel kell menni. Nem közli a világgal. Na most erre mit fog mondani ez a kislány? El fogja mondani, hogy szoros a cipőm, akkor anya átköti a cipőjét. Akkor el fogja mondani, hogy nem jó a nadrág, akkor anya megigazítja a nadrágot. Akkor el fogja mondani, hogy húzza a gumi a hajamat, akkor anya megigazítja a haját. Akkor el fogja mondani, hogy csúnya a szobámnak a színe, most lett átfestve, és mindent mond a gyerek, csak azt nem tudja elmondani, hogy iszonyatosan elfáradtam, és mentsen meg a világ. Na most, ha az anyuka ilyenkor azt látja, hogy a gyerek újabb és újabb problémákat szed elő, akkor az egészen biztos, hogy valamit nagyon el akar mondani ez a kisgyerek, csak nem tudja, hogy hogyan tegye. Ilyenkor a legjobb, hogy legugolok hozzá, letérdelek hozzá, lehajolok hozzá, egyáltalán az ő szintjére megyek, a szemkontaktust felveszem vele, és azt mondom neki, hogy látom, drágám, nagyon elfáradtál. Adhatok egy ölelést? És akkor ott hüppög egy kicsit, erőt gyűjt, és aztán utána már fel tud ballagni az emeletre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ha ezt megérezzük. Persze, a mai gyerek okos, azt fogja mondani, elfájadtam.
Ugye, kettő pislántott, és elfájadtam, valaki vegyen fel, és mentsen meg. Ugye ez a másik következetlenségünk. Viszont azért azt is el kell mondjam, hogy vannak olyan gyerekek, akik extraszenzoriálisak, ez azt jelenti, hogy a külvilág ingerei őrá sokkal-sokkal hatványozottabban hatnak, nem tudja az idegrendszere feldolgozni, na ez a gyerek ki fog borulni. Ez úgy fog kiborulni, hogyha hangos, zajos, sok ember, sok mozgás, sok fény, sok mindenféle szín, szag, minden van, ez az ő idegrendszerének túl csordulást fog hozni, ott jön a meltdown, az kiborul. Az a gyerek az az őrjöngésig fog elmenni. És ezzel találkozhatunk a leggyakrabban a hétköznapokban a közösségi tereken, amikor élhetünk a közösségi terekben, és ilyenkor kell nagyon-nagyon mértéktartónak lenni a felnőtt társadalomnak. Ez a gyerek, ez nem azért hisztizik, mert valamit el akar érni. Ez azért hisztizik, mert túlcsordult, és már semmilyen ingert nem tud befogadni, és ott elszakadt a cérna. Nem bírja. Mert ilyenkor van az a kísértés, hogy akkor ugye váltolják a szülőt, hogy nevelési igen, probléma, igen, nem tudja igen, megnevelni igen, a gyerekét. Igen, igen. Hogy jutott erre a szülőbe, tovább megy a frusztráció, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak rosszul csinálja a dolgokat. Így van. És akkor utána még fokozottabban próbálja fegyelmezni a gyerekét, aki emiatt még jobban kibukik, és aztán így van. Jön a negatív spirál. Jön a negatív spirál. Tehát azok a szülők, akik először is eljutnak odáig a felismerésbe, hogy neki egy ilyen túlérzékeny gyereke van, és időnként meg kell menteni ebből a helyzetből, bele se kell vinni egy ilyen helyzetbe, ők tudják a menekülési útvonalat. Tehát, hogyha bemegyek egy ilyen nagy rendezvényre, tudjam, hogy hol van a legközelebbi sikátor, ahol ki tudunk menni, és addig vonszolom a gyereket, ha sikít, ha üvölt, ha akármit csak, akkor nem tudok más csinálni, csak ki a tömegből, mert ott lehet megnyugtatni. És ott már letérdelhet hozzá, és megölelheti. Ha bent marad a tömegben, nem fog megnyugodni a gyerek. Tehát, hogy azért ezekkel meg tisztába kell lennünk, mert hogy sajnos egyre több ilyen extra érzékeny gyerek vesz bennünket körül. A ma született gyerekeknek a nagyon nagy százaléka él így ebbe a túl ingerlő világban. Talán lehet, hogy azt lehetne mondani ennek a szülőknek, hogy nem baj, hogy ilyen a gyerek. Mert ugye, tehát amit az előbb próbáltam mondani, hogy ezért van egy ilyen kísértése is, hogy vagy jó esetben segítséget kér, ugye amit mondtatok, hogy kérjen segítséget, de a rosszabbik eset az, amikor a szülő saját maga próbálja elgondolni, hogy tulajdonképpen ő mit csinál rosszul, mit kellene csinálni rosszul, mi a baja a gyerekének, hogy éppen most ilyen a gyereke, és közben meg normálisan fejlődik, mert éppen most abban a fázisában van a gyerek. Csak a szülői frusztráció, ha már ilyen kifejezéseket használjuk, a szülői frusztrációt is csökkenteni kell ebben, mert hogy biztos, hogy elő fog fordulni olyan, hogy nem tudja levenni a gyerekéből, hogy mi a baja a gyerekének, mert éppen ő is fáradt, de az nem azt jelenti, hogy ő rossz anyuka, mert persze, apukák szerintem kevésbé problémáznak ezen, mint az anyukák, de attól függ, hogy mennyi időskorban jön az a gyerek. A későn született gyerek az apukáknál is szinte most már azt látom, hogy ugyanezt fogja hozni. A másik izgalmas dolog egyébként, mert most a kicsi gyerekekre hegyeztük ki ezt az idáig érő történetet, ugye a másik következő lépcsőfok, ahol nagyon nagy ellenállás, ugye az a kamaszkor. Szintén minapi eset, jön a telefon, Zsuzsi néni, most azonnal mondd meg nekünk, hogy mit csináljuk. Jézus Mária, mi óvó néni egyébként az anyuka. Mi történt? Hát az történt, hogy a kamasz gyerek lekéste a buszt. Elment a busz, hogy most a busz 2 perccel előbb ment-e, vagy nem, mi történt? Senki nem tudja, de a gyereknek dolga lett volna, valahova kellett volna menni, nem tudott busz, fogta magát biciklit, és elment, tehát megoldotta a helyzetet. Na, ettől mégis kiderült a probléma, mert hogy a gyerek hibázott, nem tudom én. És összefeszültek mind a három. Apa is iszonyatosan frusztrált a mostani helyzetben, anya is iszonyatosan frusztrált, a gyerek teljesen ki van borulva, mert már előre tudja, hogy valamit elrontott, ennek aztán következménye lesz. Szóval iszonyatos padhelyzet, és elvitték odáig, hogy egymásnak feszült a hármas, és a végén már senki nem tudott senkivel mit kezdeni. És akkor most én azonnal mondja meg, hogy most ők mit csináljanak, és kinek van igaza. Mondom, az első dolog az, hogy adjatok hálát a Jóistennek, mert szóba áll veletek a gyereketek. Na ez volt az a pont, ahol elkezdtek gondolkozni. Mert mit csinál a legtöbb kamasz? Bevegy a szobába, jó, bevágja az ajtót, azt hello, nem látod fél nap vagy egy nap. És oldjátok meg. És oldjátok meg a problémátokat, tehát pont nem érdekel. Miközben vágyakozik arra, hogy utána menjen. Miközben, így van. És oldjuk meg. Így van, így van. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy Késhegyre menőkig vitázni valamin, hogy most egy percen, szóval mi múlik az élet szempontjából ezen? A gyerek a feladatát meg, ahelyett, hogy megdicsérnék, és azt mondanak, Istenem, hogy mennyi eszed van, hogy itt hagyott a busz, nem azt mondtad, hogy
akkor most ez történt, oldja meg a világa, hogy akarja, hanem kerested kreatívan a megoldást, tehát nem megkapja a dicséretet egy egyébként vagy hibázott, vagy nem elhibázott helyzetért, hanem neki esnek. És ez már a szülőknek a kiborulása, és ez már a szülőknek a túlfáradása, és a mai élethelyzetnek a velejárója nagyon sok esetben. És ilyenkor én nagyon-nagyon szeretem azt mondani a szülőknek egy ilyen, tehát olyan tükröt tartani neki, hogy amikor azt mondtam, hogy örülj, hogy szóba vedd a gyereked, akkor a kő esett le az anyukának a szívéről, hogy hát akkor ők mégse olyan, na, hát akkor van itt valami jó is, aminek örülni lehet. Tehát, meg mégiscsak klassz a gyerekem. Igen, tehát hogy úgy ki vannak éhezve arra, hogy ügyes vagy, jól csináltad. Hát senkinek nincs diplomája abból, hogy anyuka meg apuka. Persze. Hát ezt menet közben tanulja. Sokat emlegettük itt a hiszti szót. Igen. Mondjuk el, hogy mi a hiszti valójában. Tehát van-e ennek valami definíciója, hogy mi a hiszti? Mert annyi mindenre mondjuk már felnőttnél is, gyereknél is. Igen, férfi hiszti, női hiszti, gyerek hiszti. Igen, hát én azt gondolom, hogy a hiszti az egy olyan érzelmi felfokozott állapot, amiben valami ellen, vagy valami ért nagyon-nagyon keményen próbálok érdeket érvényesíteni, időnként már nem megengedett eszközökkel. Tehát a gyerek esetében ugye ezt azért elég nehéz korlátozni. A felnőttek esetében, hát ott már önuralom és fáradás kérdése, én azt gondolom. Na most, hogyha a gyerekeknél nézem a hisztit, akkor ugye ezeknek vannak különböző megnyilvánulási formái. Ez lehet csak egyszerűen sírás, kiabálás, lehet, amikor tetlegességig fajul, és lehet, amikor végső kiborulás, és már kimenekülni akar a világból. Minden esetre nem a meltdownról beszélek, amikor már semmilyen ingert nem tud feldolgozni a gyerek. Még én is hiába beszélek hozzá, mert nem jut el hozzá, már csak a benne lévő őrület tör kifelé. Ugye akkor kiemelem a helyzetből, kiviszem a szituáció, belőről az előbb beszéltünk. A másik hiszti, ha valamit el akar érni a gyerek, akkor nagy valószínűséggel közönségre van szüksége. De rá lehet a gyereket nevelni erre. Tehát megint, ha ő kiveri a balhét, eléri, amit akar, akkor tuti biztos, hogy legközelebb még erősebb lesz. Nem lehet, hogy van olyan felnőtt, aki hasonló hisztikkel hívja fel magára a figyelmet? Hogy ne lenne. Lehet, hogy vicces hisztivel. Csak kérdés, hogy felnőtt-e. Felnőtt korú, de nem érett felnőtt. Igen. A mögött is lehet valamit. Tehát, hogy miért van az, hogy egy felnőtt ember, legyen az, hogy vagy férfi, és ilyen, hát lehet, hogy vicces, de mégis kisebb hisztikkel hívja fel magára a figyelmet. Én azt szoktam mondani, hogy van egy német kifejezés erre, a pszichológia használja, hogy könyörög a pofonért. És most nem konkrétan és átvitt értelemben, átvitt értelemben. Tehát addig fog egy ilyen ember hisztizni, amíg valaki azt nem mondja neki, hogy kösz. Tehát lehet csinálni ezeket a balhékat, ha van közönség, és hogyha van eredmény, akkor miért ne csinálná? De ha nincs közönség és nincs eredmény, akkor nem fogja csinálni egyik felnőtt sem, mert ha ez gyerekkorban működött, akkor ez egy jó rutin, és akkor simán lehet felnőttkorban is használni. Ha meg talál magammal egy olyan partnert, amit is Zsuzsi mondott, akkor ez simán tud működni. Persze. De van az a pont, amikor meg lehet elégen is azt mondani. Az a kérdés, hogy hogyan tudok tekinteni a másikra, vagy én magam is esetleg felnőtt vagyok-e. És szintén olyan sokszor így eszembe jutott, hogy amiket itt Zsuzsi mondott így a gyerek-szülő viszonyban, hogy amikor a gyerek elkezdi, hogy tulajdonképpen mi a baja. És egy csomószor felnőtt kapcsolatainkban is így van, hogy verbális szinten mondom a bajaimat, hogy ez van, az van, de igazából én valami üzenni akarok alatta, és a kérdés az, hogy én hajlandó vagyok-e meghallani, hogy a szavak alatt, hogy tulajdonképpen mi az ő baj, hogy foglalkozz velem, nem tudom, bármi egyéb dolog, meg egyedül vagyok, magányos vagyok, vagy még egy alapta levő szinten, mi az alapüzenete igazából neki. Mert hogyha hajlandó vagyok meghallani, meg kihallani a szavak alatt az üzenetet, akkor arra tudok válaszolni, és végülis nem az a lényeg, hogy beleállok abba, hogy elkezdünk itt vitatkozni meg az ő hisztiében, hanem amikor ő hisztizik, akkor mondjuk tudok-e felnőttként rákérdezni, hogy tulajdonképpen most neked az a bajod? Vagy most ezt szeretnéd, azt szeretnéd? És akkor egyszer csak megáll, szintén, amit itt a Zsuzsi mondott az előbb, hogy a gyerekre hajlandó vagyok-e ránézni, és megérteni azt, hogy tulajdonképpen ő most a cipőfűzéssel, a hajigazgatással mit is akar nekem üzenni.
Beszélgetésünk végén elmesélek nektek egy 30 éves történetet. Rokon családhoz mentünk baba látogatóba, akkor született az első gyermek. Én már egy kicsit tapasztaltabb voltam, az én kisfiam már velünk volt, és mentünk baba látogatóba, és éjszaka hallottam, hogy hangok jönnek az anyuka és a baba szobájából, és halkan benyitottam, hát ha segítségre van szükség. A kép, amit láttam, anyuka ül az ágyon, így tartja a kéthetes gyereket, és mondja neki, édes kicsi fiam, mondd el, hogy mi bajod van. Hát miért sírsz órák óta? Ez annyira cuki volt, és ugyanez az anyuka. 3 év múlva azt láttam, hogy kér egy celloxot, mert hogy a fia azt mondta, hogy ott a falon legyen a papucsa. És ő fölragasztotta a falra a papucsát. Nem megoldás, ez csak egy aranyos történet volt. Folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen sokat kell még arról beszélni, hogy most akkor hogy vitázon mondjuk a szülő és a gyerek, vitázon egyáltalán, mert azért meg lehet ennek az értelme, de majd kiderül szakembereinktől. Megtudjuk. Én nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábornak, hogy itt volt velünk. A nézőknek természetesen külön köszönöm, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra találkozunk. Viszontlátásra!